8. évfolyam, karszosodás, cseppőképződés. Két főző pohárból már előkészítettem mészkövet. Az egyikre vizet fogok tölteni. A másik főző pohárban lévő mészkőre szintén vizet, valamint sósavat, tehát sósavas vizet fogok tenni, és megfigyeljük a változást. Sósavas vizet tartalmazó főzőpohárban pezsgés indult meg. A természetben a savas vizek oldják a mészkövet. A mészkő felszín repedéseibe beszivárgó víz a hordalékkal tovább bővíti a repedéseket, ezáltal víznyelő barlangok és karszos képződmények, tehát cseppkők alakulnak ki. Azért használtunk savas vizet, mert a természetben az esővíz reakcióba lép a talajban vagy a levegőben lévő szén-dioxid tartalommal, és ezáltal enyhén savassá válik. Tehát a mészkő a savas vízben jobban oldódott.